Függetlenül attól, hogy rendkívüli jogrend van és ünnepek előtt állunk, vannak olyan kérdések, amelyek döntést igényelnek, mondta Bozsadik Róbert bátaszék polgármestere. Ahogy eddig is, minden előkészítés a testületi tagok bevonásával történik. Így az elmúlt napokban döntés született többek között arról is, hogy továbbiakban is helyben biztosítani kívánja a város a fizikoterápiás szolgáltatást. Ugye ezt alapvetően járóbeteg ellátás keretében Szekszárdon lehetne igénybe venni. Bátaszéken hosszú évek, sőt talán évtizedek óta megoldott mindez közállományban, mind személyállományban, hogy ezt meg tudjuk tenni. Most már néhány éve vállalkozási formában tartjuk fönn. Most egy újabb 3 éves szerződést kötöttünk a vállalkozóval, tehát 3 évig biztosan Bátaszéken ezt a fajta szolgáltatást igénybe tudják majd venni a bátaszékiek. A napokban hunyt el a város köztiszteletben álló háziorvosa Sziklai Lajos. Pótlására keresett embert a feladatellátási biztosításáért felelős önkormányzat. Az egészségügyi alapellátás az önkormányzati feladat, ezért január 1-től szerződést kötünk dr. Szabó Péterrel, aki 1 éves időtartamban tartós helyettesítéssel el fogja látni a 4-es számú háziorvosi körzetben a háziorvosi feladatokat. Minden nap lesz Bátaszéken rendelési idő. Nem biztos, hogy a korábban megszokott időpontban és nem olyan nagy időintervallumban, de minden nap lesz elérhető orvos ebben a körzetben. A doktor úr is ígéretet tett arra, hogy a lehetőségekhez mérten próbálja úgy a körzet működését biztosítani, hogy azt a bátaszékiek minél gyakrabban igénybe tudják venni, amennyiben ez szükséges, és zavartalanul működjön a házi orvosi ellátás. Ezzel kapcsolatban sor döntést kellett hozni, hiszen a város köt innentől kezdve működés, vagy kap működési engedélyt a kormányhivataltól, a várossal köt feladatellátási és finanszírozási szerződést a finanszírozó, tehát ezeket mind-mind meg kellett oldani, így január 1-től reményeink szerint zavartalanul működhet tovább a 4-es körzetben az orvosi feladatellátás. Döntés született a temetkezési feladatok ellátásának ügyében is, hiszen ez is kötelezően ellátandó az önkormányzat számára. Az önkormányzat bizonyos időszakonként szolgáltatót választ ki a feladat ellátására. Bátaszék városában hosszú évtizedek óta a Pantheon Kft. Végzi a temető üzemeltetési feladatait. A lefolytatott beszerzési eljárás alapján ismételten 5 évre velük kötünk majd szerződést, azaz ők fogják ellátni mindazokat a feladatokat, amely ahhoz szükséges, hogy a kegyeleti szabályok betartása mellett rendezett, gondozott temetőt tudjanak látogatni a bátaszékiek. Egy 2 éves folyamat zárult le azzal, hogy a képviselőtestület elfogadta a helyi építési szabályzatot. Ez egy folyamatosan változó rendszer, mely alkalmazkodik a jelentkező igényekhez. Ezt az építési szabályzatot 2 helyen szeretnénk módosítani az elkövetkezendő időszakban. Egyrészt a Bajai út mentén lévő területekre vonatkozó beépítési szabályokat szeretnénk változtatni. A jelenleg hatályos rend szerint az oldalkertek távolsága az olyan mértékű, amely csökkenti a beépíthetőségét ezeknek a területeknek. Ezek a területek egyébként kereskedelmi szolgáltató övezetben vannak, és annak érdekében, hogy kedvező feltételekkel nagyobb alapterületi kereskedelmi egység tudjon létrejönni, le kell csökkentsük ennek az oldalkerti távolságát, és 10 méterről, ha jól emlékszem, 3 méterre fogjuk visszacsökkenteni. Ezzel megteremtve annak a lehetőséget, hogy ha és amennyiben kisebb bevásárlóközpont vagy üzletközpont szeretne bátaszékre települni ezen a területen, megfelelő paraméterekkel tudja kialakítani az üzlethelyiségét. A döntés azért is volt időszerű, mondta a városvezető, mert több országos üzletlánc is jelezte, a jövőben egységet nyitna a városban.